Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban a nyilas jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a kirakásnál. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. Most felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ezen a csatornán vannak új felvételek, ezt úgy hívom, hogy kozmikus üzenetek. Ezek a felvételek nem naponta jelennek meg, hanem akkor, ha van valami fontos. Én naponta figyelem az asztrológiát, a napi horoszkópot, és ha látok valamit a horoszkópban, hogy fontos számomra, akkor úgy gondolom, ez számotokra is fontos lehet, és ezeken a felvételeken erről beszélek. Ezek az üzenetek, a kozmikus üzenetek. Ez mindig egy nappal előtte jelenik meg. Tehát, ha látom azt, hogy például kedden vannak fontos események, vagy oda kellene figyelned valamire, vagy látok veszélyt például, akkor egy nappal előtte, tehát hétfőn, akkor erről beszámolok. És akkor tudod azt, hogy mi történik holnap, vagy mi történhet elvileg, és akkor felkészülhetsz ezekre az eseményekre. Ezért vannak ezek a felvételek. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák december hónapra. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Itt előtted megjelenik ez a férfi, jelenti a lelki társadat. Ez a férfi utal a férfiakra is. Ami összeköt benneteket, az a szív, tehát a szerelem. Itt megvan a közelség, a bizalom, a szerelem. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Nála itt ezek a képek jelennek meg. Neki fontos az otthona, vagy a szülői ház, vagy a rokonok. Itt vannak kapcsolatok, és megjelenik ez a kapu, itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Itt ez a kép utal a nyilvánosságra is, hogy számára az is fontos, hogy megjelenjen a nyilvánosságon, mások észrevegyék őt, hogy itt ki tudjon építeni valamit, vagy legyenek szerződések. Ez a ház jelenthet ingatlant és ingatlan eladását, vagy vásárlását. Itt lesz egy szerencsés fordulat és egy új kezdet. A gyermekek jelenthetnek egy új irányt, egy új kezdetet, de utalnak a gyermekekre is. És itt a medve az életerőt, a bizalmat, a belső erőt is jelenti. Vagy ez a medve lehet egy személy, vagy az apukája, vagy a főnöke. Mivel itt megjelenik a ház, ez lehet egy családi kapcsolat, és a medve alatt ott van a fa, ez jelenthet egészségügyi témákat. Ha az ő apukája beteg volt, akkor itt megvan a gyógyító erő. De jelentheti azt is, hogy érdekli ez a téma, az egészségügyi témák, vagy ezen a területen dolgozik, itt megjelenik a horgony, az jelenti a munkahelyet. Ebben az esetben a medve az ő főnökére utal. Itt lesznek változások, lesz egy új irány, egy új kezdet. A fa azt is jelenti, hogy neki fontos a biztonság érzete, ahol le tud gyökerezni, ahol le tud horgonyozni, ami erőt ad számára. Lesznek fontos kapcsolatok,
amin ő elgondolkozik, vagy ezt tervezi, amikor a sors utak kereszteződnek. Ez a kereszt jelentheti a hitét, vagy egy spirituális területet, itt van a tudás, a továbbképzés, a tanulás, vagy a bölcsesség. A kereszt jelentheti az élet utakat, amikor kereszteződnek, ezek fontos találkozások, vagy jelenthet döntéseket is, amikor elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Tehát ezek a témák jelennek meg az ő gondolataiban. A könyvek jelenthetnek továbbképzést, de néha a zárkózottságot. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vannak a kártyák, ami jelenti a te gondolataidat. Itt a halak utalnak az anyagi dolgokra. És ez a levél lehet egy bizonyos szerződés, ami szerencsét hoz. A virágcsokor jelenthet egy kreatív tevékenységet is, kihat a munkára, a hivatásra. Vagy a baráti körben lesz egy meghívás, vagy egy ajándék. Előre mennek folyamodnak az események, és bizonyos dolgok tisztázódnak. Vagy ezen töprengsz, hogy tudnád ezeket a témákat tisztázni, mint például az ő zárkózottságát, vagy az anyagi helyzetet, valahogy úgy érzed, hogy valaki figyelget téged, tudni akarja, hogy hogyan állsz anyagilag, vagy itt lehet egy örökösödési ügy is, és itt valami átláthatatlan, hiszen valaki megpróbál becsapni téged. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal áll egy vonalban. Itt megvan a gyógyító erő. Elfoglalja a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet a munka, de lehet a szerelem is. És ez ad életerőt számára. Lesznek jó kapcsolatok. Vagy tervezi azt, hogy kiépüljön valami, ez lehet egy közös otthon is. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt lesz egy szerencsés fordulat. Fontos döntéseket fog hozni, hiszen elérkezik a kereszteződéshez, és új irányba tekint. Veled is egy vonalban van, ami összefűz benneteket, ez a szerelem. Ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban van, a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Ez a levél lehet egy szerződés, de lehet kiadás is. Itt a könyv jelentheti a tudást, a tanulást, vagy hogy ő pénzt ad ki könyvekre, vagy tudásra, vagy továbbképzésre, de ez lehet bevétel is, hiszen ez a levél nem csak a számlát jelentheti, hanem szerződéseket is. És akkor itt lesz bevétel. Ha te egy hölgy vagy, ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban, itt lesz egy meghívás, egy ajándék, egy jó hír, itt folyamodnak a dolgok, nagyon sok minden tisztázódik. Ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy. A ház az jelenti az otthonodat, vagy a szülői házat, az lehet itt az apukád, és a könyv, a tudás, a továbbképzés, vagy jelentheti a zárkózottságot is. Mivel a ház nem csak a szülői házat jelenti, hanem a családot, akkor előfordulhat az is, hogy valaki eltitkol előled valamit. Te ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy. Itt van hamisság a háttérben. Valaki figyelgeti a te anyagi helyzetedet, vagy ártani akar neked, ami az anyagiakat illeti. Ez lehet egy örökösödési ügy. De a koporsó tud segíteni lezárni ezt a hamisságot, vagy eltávolítani ezt a hamis szemét, és akkor kisüt a nap,
átlátsz bizonyos dolgokon. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét december hónapban itt látható. Megjelennek itt az egerek. És ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek el tudnak bizonyos témákat távolítani. Például a felhőt, mindazt, ami átláthatatlan, és akkor itt már kisüt a nap. Az egerek el tudják a hamisságot, vagy egy hamis szemét szintén távolítani, de az egerek el tudnak a pénzből is valamit távolítani. Ez lehet kiadás, vagy valaki be akar téged csapni, különösen ami az anyagiakat illeti. A másik oldalon itt a virágcsokor az szerencsét hoz, tehát nyeremény. Az egyik oldalon a veszteség, a másik oldalon a nyeremény. Akár így, akár úgy, figyelj oda az anyagi dolgokra. Itt a kutya jelenti a hűséget, de a barátságokat is. Lesz egy kellemes meglepetés, a halak jelentik a belső értékeket is, hogy értékes vagy valaki, vagy valakik számára. És itt látható a kapcsolat, ez a gyűrű azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. És itt barátságról van szó, ez lehet egy barátnő is. Lesz itt egy meghívás, vagy valaki meglátogat téged. Arra is megvan a lehetőség, hiszen itt kinyílik ez a kapu, hogy kiépíts valamit, és akkor itt egy kreatív tevékenységről van szó, és a pénz ott marad hűségesen melletted. Akkor az egerek azt is jelenthetik, hogy van ugyan kiadás, de lesz bevétel is. Második hét, december hónapban itt látható. Lesz egy szerencsés fordulat. A gyermekek jelenthetik a gyermekeket, és a gyermekek adnak erőt számodra, vagy a gyermekek utalnak egy új kezdetre. És itt a munkáról, a hivatásról lehet szó. Akkor ez a levél egy munkahelyi szerződés, és ez a medve lehet a főnököd is. De légy óvatos a munkahelyen, hiszen itt megjelenik a ravasz róka, és megjelenik a felhő. Mint hogyha valaki azt akarná, hogy felmondjanak neked. Hiszen ez a sarló, ez eltávolít valamit. Ha így lenne, hogy megkapod ezt a felmondást, ne légy szomorú, mert ez neked szerencsét hoz. Itt van az új kezdet, itt van a szerencsés fordulat. De nem biztos, hogy így lesz, mert a sarló a hamis szemét is el tudja távolítani. Lehet, hogy neki fognak felmondani. Harmadik hét, december hónapban itt látható. Itt van a könnyűség, a mozgás, a kommunikáció, itt vannak döntések, a fa jelenti a stabil párkapcsolatot, vagy a munkahelyre hat ki, van gyógyító ereje, itt van a tudás, a tanulás, a bölcsesség, de néha jelenti az árkózottságot is. Valaki megpróbál követ tenni az élet utadon, ott vannak a kövek előtted, sőt ez a nagy hegy ezt jelenti ugyanúgy, mint a kövek. Itt a háttérben megjelenik a kígyó, tehát egy hölgy, mivel a róka jelentheti a haj színét is, itt egy barna hajú nőről van szó, de ez a kapcsolat lezárul, a nehézségek lezárulnak, tisztázódnak, bizonyos dolgok lesznek fontos döntések, és a könyvek jelentik akkor a te bölcsességedet. Esetleg tovább tanulást, és ez lehet egy gyógyító
erő vagy témák, ami az egészségügyel kapcsolatos. Utolsó hét december hónapban itt látható. Lesz közeledés, szerencse a szerelemben, légy magabiztos, a csillagok szintén szerencsét hoznak. Ez lehet egy lelki kapcsolat, hiszen minden úgy lesz, ahogy a csillagokban meg van írva, ahol a sors utatok kereszteződött, ahol ő úgy érzi, ebben a párkapcsolatban le tud gyökerezni. A háttérben megjelenik ugyanez a nő, itt vannak még korlátozások, ez lehet egy bírósági ügy is, itt vannak nehézségek, viták, veszekedések, de az a fontos, hogy zárjátok le ezeket a kapcsolatokat, ezeket a témákat. Az a fontos, hogy legyen egy szerencsés fordulat, változások, hogy ezzel a kulccsal kinyíljon egy új ajtó, ezek a lehetőségek, és a jövő az nagyon szép, ahogy így a kártyák mutatják. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!